sportosat. Híradónk vendége Heridi Attila, az Újpest egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, te döntesz, Újpest vagy a magyar labdarúgó válogatott? Melyikkel kezdjük? Hát először a nehezén essünk túl, tehát az Újpest. Zsinórban 5-5-ször kapott ki az Újpest, és ha minden igaz, akkor most már a szurkolók hangot is adtak tühüknek. Igaz ez? Igaz, láttam egy... A neten láttam egy szösszenetet, ahogy a vezérszurkolók felkérdezik idézőjelbe a játékosokat, ahogy szerintem minden normális klubnál, ahol vannak szurkolók, ez megtörténhet. Még ez a mi időnkben is működött így, hogy egyáltalán szóvá teszik, hogy ez a fajta hozzáállás, és ezt hangsúlyozták a szurkolók is, hogy nem a vereség bántja őket, hanem a mutatott játék. Tehát az a játék, az a hit nélküli, beletörődős, tehát magyarul a mentalitás hiányát kérték számon a csapaton. Jó, számon kérték. Ilyenkor mi a protokoll? Kinek kell, vagy kell egyáltalán a játékosok oldaláról válaszolni a feltett kérdésekre? Hát ilyenkor mindig a csapatkapitány az, akinek úgy szokták mondani, hogy kellene tökös gyereknek lennie és kiállni a szurkolók elé. Emlékszem, amikor nálunk nagyon nagy volt a baj, amikor bajnokságot nyertünk, és a következő évben egy éven keresztül pénz nélkül futballoztunk, és akkor volt az, hogy most már meg nem mondom, de egy külföldi csapatnál játszottunk egy mérkőzést, és a határon megállították a buszt, vagy hát ott voltak a szurkolók is, és természetesen mindenki leszállt, hiszen voltunk velük olyan viszonyban. Nem kell elfogadni azt a fajta tényt, ami akkor volt, hogy akkor nem volt pénz a futballunkban, tehát egy éven keresztül tényleg fizetés nélkül futballoztunk, de most úgy gondolom, hogy nem ez a felállás. Tehát most van pénz, olyan jó szintű futballisták vannak Újpesten, akik ezt nem tudják megoldani. Na jó. Mi történt Újpesttel? Ugyanis jól kezdett az Újpest, igen, és ennél fontosabb hír, hogy újra megteltek a lelátók. Igen. Tehát a szurkolók hittel kimentek a Megyeri útra, hittek abba, hogy akkor itt tényleg játék lesz, és elindul valami. 5-0-ra vezetett az Újpest a Kecskemét ellen, aztán hirtelen kapott egy hármast, de így is nyert ugye 5-3-ra, és onnantól kezdve mély zuhanásba kezdett az Újpest. Mi történt? Én azt hallottam, ha nem igaz, az veserem az első követ, aki nem hallotta ezt az információt, hogy a belga tulajdonos úr úgy döntött, hogy ő is igényt tart arra a fajta, gondolom tisztában vagy azzal, hogy a fiatal szabály szerint igen, játszó vagy játszott igen, igen, játékos percek után az egyesületek, hát én, ha az információim helyesek, akkor ez ilyen bő 300 millió forintról beszélünk. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy ha mondjuk egy U21-es, tehát egy 20 éves játékos végig játszik az egész szezonban minden mérkőzést, az pontszámokra van lebontva, teljesen igen, mindegy. Ha minden meccsen elejétől a végéig a pályára lép egy játékos, aki 20 éves, akkor 325 millió forint üti a klub markát. És úgy gondolom, hogy a belga megvilágosodott, és úgy döntött, hogy neki erre a pénzre szüksége van, és utasítja az edzőt is, hiszen most nem véletlenül véd a Banai helyet, vagy a másik fiú akartam helyet. Akartam mondani, akkor ezért van az a 20 pontosan, éves srác a kapuba, ő is a kapuban, hogy kitermelje a pénzt pontosan, a tulajdonosnak. Pontosan, és ami most nem ütött olyan szinten vissza, de a Varga, elnézést a kereszt nevéért, nem, aki a gólt fejelte, igen, szintén egy 20 éves fiú. Tehát aki ezek ketten most komoly pénzt hoztak a klubnak, csak azzal nincsen tisztában. Itt aki ezt
jól kezeli és jól csinálja, azt úgy hívják, hogy Bognár György. Ő minden klubjánál, amióta ez a játék szabály... Még ő is kiakadt ezen, bocsáss meg, mert mondta, hogyha nem lenne ez a szabály, akkor nem ez a kezdő 11 lépne pályára. Igen. Ezt ő is elmondta. Ez minden klubnak úgy gondolom egy akkora pénz, hogy ezt vétek az asztalon hagyni, szokták mondani. Igen, igen, igen. De a Gyuri ezt úgy szokta megoldani, hogy mondjuk azoknál a kluboknál, ahol ő fotballoz, edzősködik, ott mondjuk nem a bajnoki cím a lényeg, és ő mondjuk egy szezon alatt bent tartja a csapatot, idézőjelben, tehát annyi pontot gyűjtenek, hogy utána aztán játszhat minden fiatal, és abban a második szezonban pedig összeszedik azt a pénzt, aha, ami a klub. Tehát magyarul itt az a baj, hogy most itt kockáztatják azt, hogy az Újpest most megint az a idézőjében tetemes előnyét, ami volt, hiszen voltunk a harmadik, igen, helyen, tehát az elején voltunk. Most pedig azzal a két vereséggel, ami most sajnos kinéz, hiszen megyünk Zalaegerszegre és Kisvárdára. Így van. Azzal, ha mögöttünk lévő kettőt nyernek, akkor mi már a kieső helyen állhatunk, hogy a legrosszabb esetben. Tehát igen, én így hallottam, és ebben valószínűleg van igazság, hogy a belga feltétel nélkül azt mondta a szakmai stábnak, hogy már pedig most ezeknek kell védeni. És még ezt is hallottam, ami szintén egy érdekes történet, hogy viszont, hogyha nem lesz eredmény, akkor nem fog fizetni. Tehát valami ilyesmit is hallottam. Tehát magyarul, ha nem érik el a pénzt. Tehát butaságnak tűnik, de belekényszeríti a csapatot abba, hogy fiatalokat játszasson, de még ezt eredményhez is kötni. Mi az eredmény, nem esnek ki, vagy nem tudom. Na most ez jó kérdés, ezt tőle kéne megkérdezni, hogy őnála mi az eredmény? Mert egy Újpestnél nem lehet más cél, hogy ott legyél a kupa indulás közelében. Igen. Tehát most tényleg, ahogy indult a csapat a bajnokságban, bizakodhattunk, hogy jó nézett ki, és ebben tényleg... De jó, végül is kitermelem velük a pénzt, és nem adok nekik ebből semmit, hát mert jó, olyan feltételt szabtam, viszont ők meg hozzák nekem a több száz milliót. Ez aranyos, nem? Tehát azért ez teljesen korrekt. Behúzok egy 300, több mint 300 milliót, viszont azt nem fizetem ki, mert... Nem adok semmit. Mert mondjuk nem vagytok mondjuk ötödiket, vagy negyed. Lehet, hogy az első hatba kell lenni. Lehet. Tudom képzelni. Én is úgy gondolom, hogy ez benne van a pakliba. Most annak idején volt nekünk is egy olyan sportigazgatónk, akivel belefutottunk ebbe a csapdába. 2008-ban Szentes Lázár volt a vezetőedző, Bene Ferenc és én voltam a pályaedzők, és nekünk a második helyünk az állásomba került, hiszen a akkori sportigazgató, akinek vastagon köze volt ahhoz, hogy a büdzsé akkor is az utolsó három hónapban üres volt, tehát magyarul nem kaptak fizetést, akkor nagyon jó csapatunk volt, de volt benne több mint 10 külföldi, és azokkal nem tudtad elmagyarázni nekik, hogy ez most mi nem van? Nem tudtál a lelkükre hatni mi magyarul. Az, nincs pénz. Igen, ő nem azért jött. Igen. És úgy lettünk másodikok, hogy a Debrecentől, aki akkor bajnok lett, a Herceg Bandival, akkor mi elvettünk Debrecenbe, egy döntetlen csináltunk velük, otthon pedig egy nagyon jó mérkőzésen megvertük őket, viszont hosszú távon az, hogy három hónapig nem kapsz fizetést egy külföldi játékossal, ezt nem tudod mentálisan úgy fölépíteni, igen, őket, hogy azt tudják kezelni, és ezért nekünk megköszönték a részvételt, tehát bennünket kirúgtak a második helyén. Most nem akarom azt mondani, hogy minden egyes esetben az edző a hibás, de vannak olyan szituációk, amikor belekényszerítenek egy olyan helyzetbe, amikor, igen, legjobb, ha fölteszed a kezed. És akkor most Újpesten mi lesz? Akkor most nem lesz tulajdonos váltás? Ez most mit fog hozni? Mert egy biztos, míg a belga tulajdonos úr van, addig ez a szervedző is valószínűleg maradni van, fog, igen, ugye? Igen, én ez nem tudom. Lehet kérni. Tehát a szurkolók bárhogy moroghatnak, nem fog semmi történni. Persze, a belga az nagyjából Barcelona magasságában élt. Akartam, nagyon nem, nincs is itthon Magyarországon. Nagyon nem hallja, hogy mit kiabálnak. Tehát, és akik meg itt dolgoznak a klubnál, ők meg nem hiszem, hogy olyan szinten tájékoztatják. Tehát feltételezem, az biztos nem lehet a célja, mert ezt már talán egy néhányszor mi is kiveséztük, hogy abban az esetben, ha a klub kiesne fennállása óta először az NB1-ből, igen, akkor ez neki komoly anyagi veszteséget jelentene, hiszen a vételi, igen,
ár az már más lenne. Nagyon bízom ezért benne, van az, hogy... amit te mondta, hogy feltételez a helyezés. Mert tudja azt, hogy ki nem lehet esni, igen, mert ha kiesik a csapat, kiesik, akkor nem. Akkor az egész nem ért semmit. Pontosan. Tehát itt úgy hiszem, itt komoly tét van mindenkinek, főleg a belgának, hogy úgy kell lavíroznia, hogy a pénzt gyűjtse be, de a csapat meg ne essen ki. Most ezt nem tudom, hogy olyan távolból hogyan tudja ezt navigálni. De és abban viszont mindenki abban bízik, hogy most a téli időszakban ez a tulajdonos. De most azt mondod, hogy most kikap kétszer az Újpest? Hát figyelj, most megyünk Zalaegerszegre. A Zalaegerszeg... Az most nagy meglepetést okozott. A rúgott egy hármas Diósgyőr, azért az gondolom, hogy önbizalomban, és hiszen a Márton Gabi óta megint egy kicsit magukra találtak. Aztán pedig a Kisvárda, amelyik... Aminek minden pont kell. Azoknak meg élet, minden... És Kisvárdán van a meccsez. Igen, hiszen az elsőt azért játszom most kétszer idegenben, mert a Várda az... Igen, a pálya. Igen, a pálya. Igen, igen. Úgyhogy két nagyon komoly... Hét meccs, hét vereség. Hát, és amit az előbb matekoztunk egy kicsit, tehát itt benne van a pakliba az, hogy kieső helyen fog telelni az Újpest. Jó lesz. Nagyon jó lesz. Te és mi van a kapusokkal? Most az hogy viselik, hogy egy 20 éves rác véd? Hát most gondolj bele, hogy ezt úgy elfogadtatni, most, és klasszikusan nem is húznám rá a fiatal gyerekre, a kapusra a vereségeket, de nyilvánvalóan neki sem jó. Tehát most gondolj bele, hogy egy játékost erőből beteszek, mert nekem kell a pénz, viszont az ő jövője az nem számít, mert lehet, hogy kap egy olyan mentális sérülést, hogy kapja itt a pofonokat sorba, hallja mögötte a szurkolókat, hogy miket kiabálnak, valószínűleg nem azt mondják, hogy te vagy a legjobb kapus a világon, tehát nem valószínű, hogy ő miatta fog kikapni az Újpest, de vastagon benne van. Lipcsénnél is volt olyan játékos, már nincsen már ott, aki úgymond erőből lett betéve, és játszották, és elfordultak tőle a játékosok. Na most, tehát ez külföldön is előfordul. Itt ilyenkor hogy viszonyulnak vajon csapaton belül, mikor tudják, hogy ő erőből lett betéve, mert kell a tulajdonosnak a pénz. Pontosan. Kérdés az, hogy a játékosok akkor ezt hogy dolgozzák fel egymásként? Mert nem vagyunk egyformák. Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy nem kell vele törődni, de nem biztos, hogy mindenki. Igen. Főleg a külföldiek. A külföldiek is, és azt is tudjuk jól, hogy egy csapat az ott kezdődik a klasszikus mondással, hogy védj egy kapust, legyen egy jó kapusod. Most, és nem megbántva, de beállítanak egy újonc gyereket, akinek jó formán nem volt még NB1-es védés. Tehát az adja meg a csapat stabilitását. Én is azt mondom, hogy játszottam olyan csapatban Újpesten, amikor biztos voltam abban, hogy ha ki kell segíteni engem, a kapusomnak, akkor az meg fog történni. Jó, de akkor most akkor ez akkor egy kicsit nem veri szét még inkább a csapat egységet? Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen belenyúl. Tehát ez nem... De akkor innentől érthető, amit a Minnyev is mond, hogy a csapat nem harc, mert nincs is csapat. Hát nehéz csapatként ezt... Akkor miért kéri számon, ha egyszer ebbe ő keze is benne van? Hogyne? Hogy szétveri egy csapatot, és akkor pályán meg azt várja el, hogy csapatként... úgy küzdni, ahogy kell. Hát hiszen ő verte szét. Attól függetlenül én úgy gondolom, ilyenkor egy normális szakmai vezetőnek föl kell tenni a kezét. Igen. Hogyha őt belekényszerítik egy olyan csapdába, vagy egy olyan alagútba, amiből nincs kiút, tehát amiből ő nem tudja kivezetni a csapatot. Azt kellene mondani, hogy uraim, ez történt, és tájékoztatni a közönséget, és mostantól nem én vagyok az edző. Jó. Mert ehhez karakter jó kell. Oké. Van Vignevics, ugye? Igen. Így hívják ezt az úriembert. Ő már, mint edzőként, már igazából nagyon nagy dolgokat nem fog elérni az élete során, legalábbis kicsi az esély. Akkor miért tenné meg? Milyen jól el vagyok én itt, a belgár tulajdonosok kapom a tuti pénzt, jóba vagyok vele, mit tegyen fel a kezem, mit áldozzam fel magamat a magyar klubért, mert mi fog történni vele? Igazából az ő jövőbeli útját nem befolyásolja az itt töltött időszak.
Attól függetlenül arra mondjuk mindenki fog emlékezni, hogyha valaki ilyen karakánul fölteszi a kezét, és az nem gondol... Nem biztos. Lehet, hogy pont az lesz, hogy akkor nem kell, mert utána, hogy idehozom, akkor majd lehet, hogyha olyan helyzet lesz, akkor velem szemben is ezt fogja tenni. Tehát a tulajdonosok ilyen veszélyesen gondolkodnak, tudod? Én ezt elhiszem, attól függetlenül én is úgy gondolom, hogy ha ő ezt nyilvánvaló, hogy átlátja, mert nem buta fiú, akkor ezt nem szabad, tehát nem tudsz kiállni úgy a közönség elé, nem szíthatod a tulajdonos. De nem érdekli, nem érdekli a közönség. Hát megszámolja a pénzt, nem ide való, naponta nem megszámolja érdekli. Otthon a pénzt. Így van, neki az bőven elég. Szomorú. Nem lesz, mi ja. Bolyat fogtok? Semmi. Szomorú, hogy így van. Ez van. Ezért kell meggondolni, kit hozunk ide egyáltalán, stb. Majd te hozzunk, de most akkor gyorsan, mert időnk viszont igen, nagyon szalad. Válogatott. Ugye tudjuk Németország, Skócia, Svájc és Magyarország, ugye? Kész, ennyi. Szlovénia. Mindenki okoskodik, hogy milyen jó a csoport, vagy nem jó a csoport. Én azt mondom, hogy ezeket a dolgot el kell engedni, mert még nagyon sok van júniusig, nagyon sok minden történhet, nagyon sok mindenki megsérülhet, aki még nem is sejti. Nem tudja a sors, ugye, mit fog hozni, akár a svájciaknál, akár a skótoknál. Egy viszont tény. Magyarország a legnehezebb csoportot kapta. Nagyon egyszerű, mert a Németország házigazda jogán biztos, hogy nem fog a csoport meccsek során elvérezni. Tehát ami 100% tud, itt mindegy, hogy mi fog történni a német válogatottnál, megoldják, a német csapat biztos, hogy tovább fog jutni a csoportból. Ez nem kérdés, tehát nem lehet okoskodni ezen. 1000%. Igen. Magyarul három csapat küzd egy helyért. Jobbonva úgy van, hogy a minden, tehát két csapat jut tovább, így és van. A négy legjobb harmadik. Na, tehát... Tehát, bár és van még Szlovénia, ugye? Te Skót, nincs, nem, ennyi. Nem, német, skót, magyar, svájc, ennyi, ez a négy. Tehát igazából nekünk a skótok és a svájci válogatottat kell megnyerni. Hát tulajdonképpen igen. Ennyi. És ez nem egyszerű feladat. Ahogy nézegettem, azért kaphatunk volna nehezebb csoportot persze, is, persze. De itt már nincs könnyű csoport. Így van. Amit mondtál, az maximálisan egyetértek, itt a németek biztos, hogy tovább mennek. Tehát az ne is. Az nincs. És utána majd az egyenes kiesés lesz már, az már egy másik történet. Úgyhogy mi azért mondom, tehát itt a második helyért ezt a két csapatot kell legyőzni. Nem egyszerű, hiszen láttuk azért ezek a csapatok komoly csoportból jutottak tovább. Mi is, tehát ezt ne feledjük el. Attól függetlenül én úgy hiszem, hogy itt ha nagyon bizakodó szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy ennek a három csapatnak egyforma esélye van. Igen. A németeken kívül. És van egy rossz. Igen? Ami mindenki azt mondja, jaj, de jó, hogy nem a németekkel mi játsszuk a nyitó meccset, mert ott biztos, hogy ugye hát nagy. Igen. Mi a második meccset játsszuk a németekkel. Igen. Ugye Stuttgartban lesz. A második meccsen még ott még nem dől el Németország sorsa. Tehát nem fog taktikázni. Tehát ott még nem taktikázhat. Igen. Igen, ez biztos. Tehát nekünk magyaroknak, magyarul a Svájcra kell összpontosítani, mert ugye azzal kezdünk, június 15-én ugye Kölnben lesz az a mérkőzés, tehát Svájc. Igen. A Svájc három pont megvan, most nélkül a német-magyar tesz, most annyira, ugye mindenki azt mondja, hogy megvertük most kétszer is a németeket, ugye a Nemzetek Ligájában, tehát akkor már jobbak vagyunk, már ők nem. Felejteni, mert ez más, ez más teljesen más kávéház. Pontosan. Úgyhogy, tehát ugye szerintem a Svájc elleni meccs sorsdöntő lehet. Ha ott megvan a három pont, akkor utána már akár a X is jó lehet, ki tudja a skótokkal, ez majd odé van. Tehát ezen a meccsen kell nekünk a legjobb formát nyújtani, három pontot. Én is Svájc. Az viszonylag
velünk egyforma, nem erősség, ugye? Tehát ott lehet azt mondani, hogy ott legfeljebb egy apró momentum fog majd dönteni. Most amilyen önbizalommal játszanak a válogatott csapatban játszó játékosok és a csapat, amilyen szinten most egy egységet tudtak alkotni, ezek ellen, a csapatok ellen mindenki ellen lehet úgymond esély a németeken kívül, ahogy mondtad. Ez megint majd egy új dolog lesz. Az EB selejtezőt ezt gyönyörűen lehoztuk, vereség nélkül. Most jön a következő feladat. Svájc. Ott kell megmutatni, hogy valóban. És a Szoboszlainak volt egy nyilatkozata, hogy majd egy csodát fognak, vagy meglátjuk, vagy valami, tehát egy... Igen, csodára készülnek, igen. Azt sugalta, hogy azért komolyabb terveik vannak. Én úgy gondolom, ha a csoportból tovább jutsz, akkor már le a kalappal, hiszen így. Akkor a legjobb 16 közé jutottál. Hiszen minden csoportból kettő, és még a legjobb. Négy legjobb harmadik. Úgyhogy az 16 csapat. Ezért mondom, hogy megkeverni Svájcot és Skóciát, és akkor... És akkor ott lehetsz. Úgyhogy komoly feladat, és ha belegondolsz, nagyon ritkán adódik egy magyar futballistának ilyen lehetőség, hogy EB-n és olyan. Hát most már a Platininek köszönhetően, most ugye igen. Selejtezőn elindult csapatok 50%-a ott van az EB, most négy igen. csapatot, négy túlzás, de ne felejtsük el, most az EB selejtezőn is 6 csapatnak 0 pontja volt végig, tehát a legkutyütőbbek is bele vannak ebbe számolva. Csak azért mondom, hogy minden második csapat már ott lehet az EB-n, minden második ország ott lehet az EB-n, Platini ezt elintézte, azóta vagyunk ott kint. Tehát nem is szeretem, amikor összehasonlítják azt, hogy a múltban ez nem sikerült. Múltban nem ez volt. Nem is szabad. Nem szabad ezzel előjönni. Most sikerül, mert azért sikerül, mert volt egy Platini, aki ezt elintézte. Ennyi, hogy minden második aki elindul az EB selejtezőkön, az kiüt. Igen. Tehát ennek igazából sportértékét aztán már nem úgy kellene nézni, mint régen nézték, amikor 16 csapat jutott csak ki. Hát meg úgy gondolom, hogy még kevesebb. Kis hasonlóság van abban is, hogy a magyar bajnokságban bajnoki címet szerző csapatoknak a csillag, kiadott csillag. Igen. Azt sem szabad már nézni, hiszen az utóbbi 15 évben elcsúszott az egész, tehát még a 80-as években a futballtudás döntött. Igen. Most azért úgy gondolom, hogy nagyban eldönti a támogatásnak a háttere. Nem igen. mindegy, hogy ki milyen igen. kerettel dolgozik. Attól függetlenül nem biztos, hogy ez a mi futballunknak nagyon jót tett. Technikai sportosok mondhatják, ott már mindig így volt a Forma 1-nél, mindig így volt, hogy a pénz számított, és nem a tudás. Itt viszont a futball van nem biztos, hogy ez. Csak igen, most verik a mellüket bizonyos csapatok, hogy már nekik mennyi. Igen. Mert 10-szer annyi pénzből gazdálkodtok, mint a mögöttetek lévő. Tehát most így gondolom nem olyan nehéz. Igen, igen. Na minden esetre most jó, mindenki matekolni fog egészen. Jó, most 15. ég. Igen. És meg utána is, hogy... De hát legalább lesz miről beszélni. Így van? Ez megint egy jó nyárnak nézünk elébe. És utána megjön a olimpia. Hát. Hoppá. Ugye, tehát itt lesznek események, de maradva a futballnál, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, egyre nehéz okoskodni. Egy biztos, hogy Németország a csoportból biztos, hogy ez tovább fog lépni. Minden más meg majd júniusban eldől. Zárásként, akkor most, ha Újpest most kikapza a Legerszegen, mi várható Megyeri úton? Lesz-e újabb fennforgás? Felkérdezés? Hát mivel már nem játszik otthon a csapat, attól függetlenül meglephetik őket edzésen a szurkolók, de minden a mutatott játékon fog eldőlni. És úgy gondolom, hogy Zalaegerszegre is le fognak menni, mert
kiemelten nem szeretik a zalaegerszegi szurkolótábor és az Újpest szurkolótábora egymást, hiszen az zalaegerszegi szurkolótáborok a Fradival szimpatizálnak, és ezért egy nincs jó viszony a két szurkolótábor között, úgyhogy akár már ott is megtörténhet. Nehéz helyzetben vagyok, egy percen van. Igen. Egy percben mondd el, hogy miért rossz az Újpest. Hát, mert tulajdonképpen nem csapatként funkcionál. Nincs vezére, sem a pályán kívül. Erről ki tehet? Az egyesület, a klub tulajdonosa, vagy a vezetőedző? Alapból a tulajdonos tehető felelőssé, hiszen úgy működteti a klubot, ahogy ezt már többször is veled megbeszéltük, hogy így, hogy van egy tulajdonos és van egy edző, így nem lehet egy NB1-es klubot működtetni, ha nincsen egy szakmai vezetése a klubnak. És azt is már elmondtam számtalanszor, hogy ezt a klubot nem Újpest szintjén működteti a belga. Működteti, tehát becsülendő, de nem úgy működteti, ahogy ezt az Újpest megérdemelné. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.